New York City, Harlem, 1939. Uraim, bemutatom Dietrich Bonhoeffert. Bonhoeffert. Köszönöm. Niebuhr professzor meglepetéssel szolgál. Frissen fordították, most jött ki a nyomdából. A lelkészi tanítások. Köszönöm, nagyon köszönöm, köszönöm szépen. Ez igazán megható. Lekenyerezzük. Reméljük, sikerül elszórakoztatnunk, és nem lesz ideje arra gondolni, hogy visszatérjen Németországba. Igen. Ez csodálatos, nagyszerű, remek, fantasztikus, igen, pompás. God help me, God help me, bye bye. Ezért hoztalak ide. God help me, bye bye. Your feet's too big. Don't like you 'cause your feet's too big. I like you 'cause your feet's too big. I hate you 'cause your feet's too big. Too big, yeah. La da 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 da. Your girl, she likes you. Says she thinks you're nice. See, you got what it takes to take her paradise. She likes your face and she loves your ring. Oh, but look at her. Look at her. Your feet's too big. What do you say? My feet's too big. I don't like you because you say that my feet's too big. That's not a word. I'm mad at you because your feet's too big. My feet's too big. Hate you because you say that my feet's too big. One more time, all your feet's too big. Először Boston, aztán Washington, majd Chicago. Vagy inkább a napos Kaliforniába mennél először? Min gondolkodsz, Dietrich? Haza kell mennem, Fred. A nácikhoz. Biztos? Igen. Dietrich, lecsuknának, ugye tudod? Lehet. De ha maradnék azzal, megtagadnék mindent, amiben hiszek. Azt én sem szeretném. Köszönöm. Ha letesszük a hűségesküt Hitlernek, akkor hagynak minket imádkozni. A Nürnbergi törvények felérnek a kereszténység elleni támadással. Adolf Hitler nem kevesebbet követel, mint teljes odaadást. Ő a megválasztott kancellár. Ám ő Führernek tartja magát, és mint vezér azt akarja, hogy minden egyes német élő lelkiismeretének tekintsük. Ezzel tőlünk keresztényektől olyat követel, amit csak Krisztus várhat el tőlünk. A birodalmi érsek átírja a Szentírást. Csak annak van joga gregoriánus énekeket énekelni, aki kiáll a zsidók mellett. Köszönöm, Dietrich. Hiszen Krisztus is zsidó volt. És az Úr szemében egyformák vagyunk, mind. Eberhard, vidd el Charlotte-ot gyorsan. Dr. Bonhoeffer? Igen. Jó estét. Jó estét. További utasításig önnek tilos prédikálnia, az írásait publikálni és tanítani. És hetente egyszer köteles jelentkezni a Gestapónál. Világos?
Jó estét! Légy óvatos! Uraim! Amennyiben nem hajlandók letenni a hűségesküt, kötelességem letartóztatni önöket. Úgyhogy kérem, mondjuk el együtt. Esküszöm, hogy hű és engedelmes leszek. Esküszöm, hogy hű és engedelmes leszek. Adolf Hitlerhez, a Német Birodalom Führeréhez. Adolf Hitlerhez, a Német Birodalom Führeréhez. Hogy a törvényeket betartom és a kötelességemet teljesítem. Hogy a törvényeket betartom, és a kötelességemet teljesítem. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Ez nevetséges. Az emberek ismernek, tudják, hogy zsidó vagyok, mégis tisztelnek. Van fontosabb dolguk is, mint hogy minden zsidót lecsukjanak. Tévedsz. Olvastad ezt? Azt a náci szemetet. Tényleg szemét, de kiderül, hogy a nácik miről hogyan gondolkodnak. A háború kitörése után a zsidókat véglegesen kiírtjuk. Itt áll, feketén-fehéren. Ez csak propaganda. Nem tehetik meg. De, és meg is teszik. Hitler eddig minden ígéretét betartotta. Sajnos a bátyádnak igaza van, akkor is, ha csak teológus. Sabine, veszélyben vagytok, el kell mennetek. Miért? Félsz, hogy zsidó van a családodban? Ezért nem mertél az apám temetésén prédikálni? Nincs más választásotok. El kell mennetek, most. De hova menjünk? Ez a hazánk. Hol kapnék munkát? Először Svájcba, aztán Angliába. Nem. Sajnos ilyen helyzetben nem dughatjuk a homokba a fejünket. ...1919-ben, amikor a britek új felkorlátoztak a polgári jogokat, Gandhi megszervezte az első országos engedetlenségi kampányt. Satyagrahának nevezte. Ez annyit tesz, hogy igazi erő. Azóta több mozgalmat is vezetett. Erőszakmentesen. Az érinthetetlenség ellen, a muszlim hindu egységért, a nők jogaiért, az ingyenes közoktatásért. Példaképeket nem csak a kereszténységben találunk. Egyszer nagyon szeretném meglátogatni Gandhit. Szeretnék Indiába utazni, vele és a követőivel élni. Azt tenni, amit ő, tanulni tőle. És mindent elkövetni, hogy... Gyertek! Szálljatok be! Sajnálom, hogy el kell mennetek, de azt hiszem, a jelen helyzetben ez a legjobb. Ha itt maradnátok, elveszítenétek mindent, ami fontos. Tudom. Hát, Isten veled, ikertesó. Isten veled, ikertesó. Hiányozni fogsz. Vigyázz magadra! A nácik téged se szeretnek. Tudom. Sok szerencsét.
Bocsáss meg a megjegyzésért az apám temetéséről. Nem szabadott volna. Nem, ne kérj bocsánatot. Igazad volt, megérdemeltem. A püspök szólt, hogy ne prédikáljak, és én engedelmeskedtem. Hiba volt. Vezess óvatosan, Gerhard. A gestápó. Bezárták az iskolát. És a fiúk? Jól vannak? Be kellett vonulniuk. Mindnek? Nem. Néhányukat börtönbe vitték, mert nem akartak bevonulni. Te sem maradhatsz itt, gyere! Ez a szörnyetek tizedes. Hadban állunk Lengyelországgal. A rádió szerint ők támadtak meg minket. Ha a rádió mondja, akkor biztosan úgy van. Mi lehet a következő lépése? Ez azt jelenti, hogy Anglia és Franciaország. Igen. Akkor apa és Max is harcol. Nem valószínű. Még csak ma reggel vonultak be, kedvesem. Ó, Dietrich, ugye emlékszel az unokámra, Mariára? A konfirmáció előtt hozzád járt hittanra. Ja, jobb, ha visszamegyek Berlinbe. Oh, hát megértelek. Kivizlek az állomásra, jó? Még itt vagy? Megkérdezhetem, mit játszott? Beethovent. Tetszett. Olyan békés. Egyesek szerint, ha többet hallgatnánk Beethovent, akkor jobb és békésebb lenne a világ. Ön hisz ebben? Ártani biztos nem árt. Maga is jelentkezik katonának, mint apa és Max. Mindenki ezt kérdezi. Te mit tennél a helyemben? Fegyvert fognál és harcolnál? Nem hiszem, hogy az úr ezt várja tőle. Biztos van valami megoldás. Persze, de mi? Talán tényleg hiba volt hazatérni Németországba. Megvédeni az ősi német birodalmat. Nem tűrhetjük, mondta, hogy mindenféle jöttmen szlávok büntetlenül megsértsék Németországot. Dietrich? Igen? Tudod, hogy eljöttem az igazságügytől. Igen, tudom. Oster és Canaris mellett dolgozom az Abwehrnél. Katonai hírszerzés.
Nem mindenki akarja ezt a háborút. Nem, a többség nyilván pacifista. Oster kiszivárogtatta Hitler inváziós terveit. Nem szabadna elmondanod, Hans? Miért nem? Eldöntötted már, mit teszel, amikor megkapod a behívót? Már gondolkodtam rajta, de még nem tudom. Fogalmam sincs. Adhatunk igazolást, ami mentesít a katonai szolgálat alól. Mit? Igazolást? Nélkülözhetetlennek nyilvánítunk. És az meg mit jelent? Az ellenállásnak futára van szüksége. Egy olyan emberre, akinek vannak kapcsolatai, és van ürügye utazni. Aki tájékoztatja a szövetségeseket arról, mit csinálunk, és kialkudja a tűzszünetet. Hivatalosan teológus lennél, de nem hivatalosan... Kém! Tudom, az úr szolgájának kellemetlen feladat. Ugyan már, Hans. Komolyan azt kéred tőlem, hogy kém legyek. Igen. De hát én lelkész vagyok, nem politikus. Ezért hallgatnának meg a szövetségesek. Mert bíznak benned, és mert tisztelnek. Ez hazaárulás. Meg kell szabadulnunk Hitlertől. Mit jelent az, hogy megszabadulni? Te is jól tudod. De Hitler törvényesen megválasztott vezető. Az emberek bálványozzák, pláne most a fantasztikus katonai sikerei után. Csak, hogy Hitler visszaélt a hatalmával. Dietrich. Minden lehetőséget megvizsgáltunk, bíróság elé kell állítani és elítélni. De te is tudod, hogy most nincsen törvényes rend, mert felszámolta. De megölni, Hans. Megölni, mert erről van szó, igaz? Ő a gyilkos, Dietrich. És tovább gyilkol. Nem tehetem, Hans. Sajnálom, nem megy. Gyere el hozzánk, mutatok valamit. Gyújtogatások, kivégzések, gyilkosságok. Hazugság, szenvedés, haláltáborok. Minden dokumentálva van. A harmadik birodalom igaz története. Mit akarsz, mit tegyek? Ez az utolsó esélyük. Olyan papírt kapnak, amely szerint a katonai hírszerzésnek dolgoznak. Ez a hetes hadművelet. Hetes hadművelet? Svájc felé távoznak. Mi nem segítünk a hadseregnek. Nem is kell, Frau Friedenthal. Ez csupán fedőszöveg. A doktor és Frau Rosenthallal utazik el holnap után. Addig pedig itt marad. Hány zsidót vittek már ki így? Jó néhányat. És mind belement, hogy Abwehr ügynökként hagyja el az országot? Igen, bele. Itt vannak a papírjai. Friedenthal, Schalott. Weinberg, Mayer. Ludwig Gere, százados, Josef Müller. Uram. Igyekeznünk kell, uraim. Fingenut, Guido. Goldfarb, Rolf. A Gestapo. Ezt a Gestapo állította ki. Hát persze, hogy a Gestapo állította ki, asszonyom. A Gestapo? Kérlek, próbáld meggyőzni. Charlotte, ez az egyetlen megoldás. Dietrich,
Bízom bennünk. Bízom bennünk. Önökben? Maga az Abwehrnek dolgozik. Segíteni szeretnék. Segíteni? Kérem, bízzon bennem. Semmit se kell tennie. Csak hírt adni arról, hogy mi folyik itt. De az Abwehr miért csinálja ezt? Talán mert úgy gondoljuk, hogy könnyíthetünk a lelki ismeretünkön, ha legalább egy makacs, önfejű zsidóvén kisasszonynak segítünk megmenekülni. Mi értelme egy maroknyit megmenteni, ha a többit meggyilkolják? Nincs sok időnk. Menjünk. Mennyi hazugság? Mennyi csalás? Kérem, Dietrich, ne nyerjék meg a háborút azért, hogy elveszítsék a lelküket. Ne veszítsék el a lelküket. Dietrich. Bemutatom a felettesemet, Hans Oster tábornokot, és Rudolf von Gerstorff. Hálásak vagyunk önnek, Bonhoeffer. Uram, ez a találkozó bizalmas. Egy ismerősömmel találkozom itt, nem bátom. A papírjai. Köszönöm. Az apám lelkész volt Dresdában. Sokszor mondta, hogy csak az Úr haragjától félj. Ez nem tréfa. Nélkülözhetetlen vagyok a háborúhoz. A miénk ez mindenképpen. És mi tudjuk, mit csinálunk. Rendben. Na és mit csináljak? Kinek kell jelentenem? Svédországba mész. Egy régi barátodhoz. Szóval, fiam, katona lettél? Igen, és küldetésem. Svédország, Sigtuna. Becsületes embereket képviselek. Létezik ellenállás. Nagyhatalmú, befolyásos emberek megtervezték a Hitler meggyilkolása utáni kormányzást. Meggyilkolása? Ilyen könnyedén beszélsz az emberülésről? Tudom, hogy bűn, Georg. Ezen már nagyon sokat gondolkoztam. De a kisebbik rosszat választom. Rosszabb gonosznak lenni, mint azt tenni. Meg lehet Hitlertől szabadulni? Már próbáltuk. Eddig nem sikerült, de legalább nem buktunk le. Segíthetnél kapcsolatba lépni a szövetségesekkel, hogy tudjanak a létezésünkről. Folytasd. Feltétlen kapitulációt követelnek, ám ez erősíti a németek elszántságát, és a mi dolgunkat is megnehezíti. Georg, sokan meg akarják buktatni Hitlert. De mi lesz azután? Nyilván megérted, hogy ezt a kérdést fel kell tennünk. Hogy fennmaradunk-e? A szövetségesek úgy vélik, hogy Németországot katonai legyőzés nélkül nem lehet megtisztítani. 3 évnyi háború után a németek és a nácik közt kevesen tesznek különbséget. Akikről beszélsz, bármilyen jó szándékúak is, háborút indítottak ellenünk. Kérlek, légy óvatos, Dietrich. Fordul a kocka. Ha tényleg van nálatok ellenállás, akkor most kell cselekednie. A legjobb brit robbanóanyag. Az Abwehr raktárából. Nézze meg, von Gerstorff. Itt kell élesíteni, ezzel robbantani. Rendben. A zsebében. Egy pillanat, a zsebében akarja felrobbantani. Az öngyilkosság. De őt is magammal viszem. Miért mutatják meg ezt nekem? Miért vagyok én itt?
Az úr megbocsát? Nem tudom. Csak azt, hogy Isten kegyelmes és könyörületes. Megáldana? Ne feledd Jézus szavait. Senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki, aki az életét adja a barátaiért. Hello! Hello! Elég magabiztosan ülsz a nyeregben. Én nem is tudok lovagolni. Még megtanulhatsz. Oh. Mondd, mit írtál? Ó, csak néhány futó gondolatot az etikáról. Etika? Tudom, hogy nem túlságosan izgalmas. Miért ne lenne, ha te írtad? Szabad? Nyugodtan, ha el tudod olvasni. Gonosznak lenni rosszabb, mint azt tenni. Ez igaz? Szerintem igen. Inkább igazság szeretőként hazudj, mint hogy hazugként mondj igazat. Ezt nem gondolod komolyan. De igen. Tényleg? Tényleg. A bűn elől való menekülés is vétek lehet. Hiszel ebben? Én írtam. Jó, de hiszel benne? Ha nem hinnék benne, nem írtam volna le. A konfirmációs ittanon ilyeneket nem tanítottál. De igen. Nem tanítottál. Biztos? Biztos. Akkor nem volt háború. Apropó... Tudsz valamit az apádról és a bátyádról? Igen. Az orosz fronton vannak. Az apámé. Az illata rá emlékeztet. Hiányzik. Biztosan te is neki. Ne, ne olvasd el. Maradjon itt az emléke. Velünk. Amerikai zene. Nem szabadna ilyet hallgatnom. Miért nem? Amerika ellenség. A nácik azt mondják, a zenéjük degenerált. Ők alig ha hivatottak arra, hogy megítéljék, ki vagy mi degenerált. De szerintem igen. 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 Igazad van. Igen. Most, hogy az apám és a bátyám távol vannak, nincs kivel táncolnom. Sose tudtam jól táncolni, de...
mindketten elestek Sztálingrádban. Vigasztalhatatlan. Elvesztette az apját és a bátyját is. Gondoltam, segíthetnél. Miért? Miért? Bárcsak tudnék rá válaszolni, Maria. Bocsáss meg, de nem tudok. Úgy kell élnünk, mintha minden nap az utolsó lenne. Istennek tartozunk azzal, hogy higgyünk a jövőben. Te hiszel a jövőben? Igen, Maria, hiszek. Hiszek a jövőben. És ezt a jövőt szeretném összekötni veled. Eljegyeztem magad. Most? Atyaék, hány éves, még gyerek? 17. 17? Az Isten szerelmére egy szót sem szólj neki. De Hans. Megőrülne a félelemtől. Én is alig bírok Krisztel szemébe nézni. Valahányszor kopognak az ajtó, rögtön azt gondolom, hogy a... Nincs mit tenni, mint imádkozni. A Führer még egy kis kitartást kér. Dicsőséges hadseregünk továbbra is folytatja... Különleges embernek kell lennie ahhoz, hogy valaki megtegye azt, amit von Gersdorf. A német csapatok elhanyagolható veszteségeivel szemben a bolsevik ellenség jelentős vérveszteségeket szenvedett el. Az ostromból már csak napok tudják vannak hátra. Biztosan Röder. Halló? Téged keresnek, Karl. Figyelnek minket. Manfred Röder az. Katonai ügyész. Amint megjön a hívás, letartóztatom. Vagy ő minket. Valaki biztosan köpött. Mi másért lenne itt? Dorf. Vissza kell mennem. Figyelmeztetem Kanariszt Röderre. Akkor is, ha nem hallgat rám. Dietrich, arra kérlek, hogy nézd át az aktáidat. Semmisíts meg mindent, ami veszélyes lehet. És ezen kívül írj meg egy levelet, 39-re datálva, amelyben a felvételedet kéred a hírszerzésbe. Világosnak kell lennie, hogy már a legelején is az Abwehrnek dolgoztál. Sorold fel az összes egyházi vezetőt, akikre külföldön kémkedtél. Ezt nem mondod komolyan. Inkább idegeneket, akiknek nem tudnak ártani, mint sem barátokat. Dietrich. Tedd félre a skrupulusaidat. Ezen kívül a dossziét is el kell rejtenünk. Égesd el, a vesztünket okozhatja. Krisztel, az nem lehet.
Muszáj. Az a bizonyítékunk. Szükségünk van rá későbbre. A Czosszeni főhadiszálláson van az Abwehr archívuma. Oda rejtem el. Katonai ügyészség, házkutatási parancsolat. Jogtudomány, zene, filozófia. Na lám, milyen műveltek. A férje miért ment át az igazságügytől a hírszerzéshez? Őt kérdezze, biztosan válaszol. Maguk mit művelnek itt? Mit jelentsen ez? Engedjék el a feleségemet! Azonnal! Nem. Tartóztassák le. Mi történt? Miért tartóztatják le őket? Tudnám, anyám. Dietrich, menj el! Most, amíg megvan az útlevelet. Mindenért Hans és Krisztel feleljen? Nem lehet. El kell menned, mielőtt érted jönnek. Nem, anyám, nem. Itt vannak. Kinyitni! Letartóztatási parancsom van Dietrich Bonhoeffer ellen. Kinyitni! Dr. Bonhoeffert nem kell megbirincselni. Nincs jól, Dr. Bonhoeffer? Nem használja a takaróját. Penészes, piszkos és büdös. Dr. Bonhoeffer annyi tiszta takarót kap, amennyit csak kíván. Engedélyeztem a családjának, hogy könyveket küldjenek, és írhat is nekik. És írhatok a mennyasszonyomnak is? Majd meglátjuk. Dr. Röder, nem tájékoztattak, hogy miért vagyok itt? Lelkész úr, kérem. Miféle megjegyzés ez? Igaz, hogy nem születtem olyan művelt családban, mint ön, de ostoba azért nem vagyok.
Mit gondol, miért van itt? Sajnálom, de fogalmam sincs. Jó, akkor segítek. Azért, hogy elmondja az igazat, Dr. Bonhoeffer. Az úr szolgájának az nem nehéz, igaz? Nincs titkolnivaló. Helyes. Lássunk hozzá. Aki a hatósággal szembeszáll, Isten rendelésének szegül ellene, az ellenszegülő pedig magára vonja az ítéletet. Pál levele a rómaiakhoz 13. fejezet. Ezt idézte a lelkészi tanításokban, igaz? Igen. Talán teológiáról akar velem beszélgetni? Nem. Ön nem figyel rám, már mondtam, hogy nem vagyok olyan művelt, mint ön. Nem vagyok intellektuális és vallásos sem. Meg kell bocsátania a teológiai hiányosságaimért. Helyesen feltételezem, hogy az itt leírtak ellenére ön tudatosan vállalta az elítélés kockázatát. Ön szembeszállt az új német rendszerrel. Azt javasolta a szeminaristáknak, hogy ne tegyenek hűségesküt a Führernek. Nem az állammal szálltam szembe, csak tiltakoztam, hogy rá akar telepedni az egyházra. Ha ez a bűnöm, akkor ez már régi bűn. Értem. Ezek szerint vannak újabb keletű bűnei, amiket megosztana velem? Engem úgy tájékoztattak, hogy ön az Abwehr ügynöke. A katonai hírszerzésé különleges védelmet élvez. Erről miért nem szólt a letartóztatásakor? Az Abwehrnek dolgozni nem bűn. Vagy netán titkol valamit? Nem hallom. Elnézést, de nem beszélhetek a titkos munkámról. Munka? Milyen munka? Hát... És mióta titkos a gestapo előtt? Azt hittem... És miért ön? Milyen titkokat bízna a hírszerzés épp egy lelkészre? Árulj el, mikor is kezdett a hírszerzésnek dolgozni? Azt hiszem, 39 végén. Azt hiszi? Tényleg, igaz. 39-ben jelentkezett, legalábbis ez áll ebben a Hans von Dohnányinak írt levélben. Az asztalán találtuk, amikor letartóztattuk. Ez az eredeti példány. De hogy önnél van az eredeti? Miért nem a hírszerzésnél? Lehet, hogy el sem küldte? Ismét megkérdezem, titkol előlünk valamit? No, és a külföldi útjai? Az elég szokatlan kiváltság. Mindketten tudjuk, hogy háború idején miről szólnak a konferenciák. Minden ország, amely delegál valakit, információt akar, hiszen ezért vesz rajtuk részt, nem? Hazatéréskor a külügynek írtam meg a jelentésemet. Badarság. Olvastam a jelentéseket. Használhatatlanok. Kíván még valamit hozzáfűzni? Nem. Nem találja különösnek, Bonhoeffer, hogy engem csak az igazság érdekel, és hogy ön, a lelkész, hallgat és nem mondja el. Hall engem? Hall engem? Mit akar? Szeretném, ha tudná, hogy nincs egyedül. Lelkész vagyok. Van kedve velem imádkozni? Nem hiszek Istenben. Mit csinál? Csak
Szeretnék imádkozni a szomszédommal. Sír. Kretschner? Nem. Rajta már nem tud segíteni. Bármelyik nap kivégezhetik. Fiatal kölyök, rossz emberek közé keveredett. És ezek szerint a hóhérai a jó emberek? Ha a maga fia lenne, akkor se akarná, hogy segítsek? Ha hallasz, tedd a kezedet a falra, mintha az enyémre tennéd. Az enyém is ott van. Uram, bennem sötétség van. Benned nappal. Bár magam maradtam, te velem vagy. Félek, de te támogatsz. Háború dúl a lelkemben, és te békét adsz. Gondoltam, ez érdekli. A szomszéd cellában ülő fiú megnyugodott. Mindenkit meglepett. Ma reggel végezték ki. Köszönöm, hogy elmondta. Legyen óvatos, az emberek kezdik azt hinni, hogy különbnek képzeli magát náluk. Az ilyet senki se szereti. Hitének az alapja az Új és az Ótestamentum. A zsidó prófétákat is beleértve. Ők az ellenségeink ősei. Mégis nagy előszeretettel fogadta a zsidó ellenséget az otthonában. Voltak zsidó barátai, kollégái, rokonai. Az ikertestvére zsidóhoz ment férjhez. Ritkán találkoztam Gerhard Leibholzzal. Megkérték, hogy prédikáljon az apja temetésén. Elutasítottam. Fenntartásai voltak? Úgy éreztem, nem lenne helyén való. Később megbánta? És ezért később segített Leibholznak elszökni? Nem segítettem. Hogyhogy? Olyankor hagyta el az országot, amikor még nem volt bűn, ha egy zsidó kivándorolt. Sőt, jó néven vették. Kibújt a behívó alól, ez főben járó bűn. Ön elfelejti, hogy beléptem az Abwehrbe. Tiszta takaró. Ó, köszönöm. Ne feledje, az ismeretség számít, nem Isten. Ezt az Úr is tudja. Személyesen ismeri mi? Próbálom megismerni, de időbe telik. Az ima, amit a fiúnak mondott, maga írta? Igen. Írja le, körbeadom, ha nem zavarja. A hetes hadművelet, a zsidók, mindent tudunk róla. Persze, nincs titkolni valóm. Zsidók, mint német ügynökök? Miért ne? Voltak rokonaik, akiket meg akartak védeni azzal, hogy a hírszerzésnek dolgoztak. Mi volt a feladatuk? Engem nem tájékoztattak. Nem is volt feladatuk. Megvolt minden papírjuk. A katonai hírszerzés egyeztetett a gestapóval. Nyilván élvezettel hintett port a szemét. Nem értem, hogyan. A gestapó mindent tud, vagy nem? Mennyit fizettek magának? Mit mondott?
A zsidók mennyit fizettek magának? És Doknányinak, Oszternek? Csak a költségeimet térítették. Egy kollégáját Prágában fogták el, amerikai dollár volt nála, ami törvényellenes. De hát... A hetes számú hadművelet célja az volt, hogy az angliai és az amerikai zsidóktól pénzt szerezzenek. Az Abwehr korrupt volt. Vagy nem hisz nekem? Ön az államügyész, Dr. Röder, hinnem kell önnek. Szóval üzletet? A léleknek ez nem túl üdvös, ugye? És nem is maradt büntetlen. Vagy rászedték? Ön volt az áldozat? Arra kellett nekik, hogy álcázzák a bűncselekményeiket? Dr. Röder... Lenne szíves elmondani, hogy mit tud a katonai hírszerzésről? Már elmondtam. Nem. Nem mondta. Látogatója van. Foglaljon helyet, kérem. Dietrich, nagyon hiányoztál. Megengedték, hogy meglátogassalak. Nem szóltak? Berlinbe költöztem, a szüleidhez. Ursula nővéred a múlt hét végén érkezett meg Rüdigerrel. Szerencsére jól vannak. Eberhard és Renata összeházasodtak. Azt üzenik, hogy boldogok. Eberhardot Olaszországba vezénylik. Renata pedig gyereket vár. És bevallom, vétkeztem. Elloptam a Teremtés és a Bukás című könyvet. Az ágyam mellett van. Este sokszor egy mondat közepén alszom el, és reggel, amikor felébredek, nem emlékszem, hol tartottam. A teológia nem könnyű esti olvasmány. De nem zavar. Minden szóban érzem a jelenlétedet. Már tervezzük az esküvőt. Meséljek róla? Igen. Megegyeztünk, hogy szűk családi körben tartjuk. Ó, hát akkor alig 100-an leszünk. Igen. Arra gondoltunk, hogy nyáron lenne a legjobb. Augusztusban. A mi falunkban nagyon szép az augusztus. Augusztus. Igen. Augusztus. Szép hónap. Megtanítalak lovagolni. Az jó lenne. Az első csókunk. Butaság a részemről. Nem, de hogy az én hibám. Nem vagyok. Nem hallom. Hoztam tiszta ruhát. Majd átadják. Olvasnivalót is hoztam. Remélem tetszeni fog. Rilke, az elégiek. Igen, ismerem. Köszönöm. Most, hogy tudom, hogy szereted Rilkét, én is olvasni fogom. Utánad.
Kérlek, olvasd el. Figyelmesen. Amikor legközelebb jövök, visszaadod. Most már elég volt. Mennie kell. Csókolj meg még egyszer. Köszönöm, hogy beengedtek. Nem tart sokáig. Őrizd meg a szívedben. Kisasszony, itt nagyon óvatosnak kell lennie. Dr. Rüdernek nincsen lelkiismerete. Semmi. Kérem, tegye meg érte, amit tehet. Nagyon fontos nekem. Kérem. Egy ilyesfajta kislány mit eszik magán? Knolbok, én ugyanezt kérdezem magamtól. Nem értem magát. Kérem, mondja meg őszintén. Hazudik Rödernek? Nem vagyunk kötelesek mindenkinek igazat mondani. Csak Istennek. És Rüdernek. Neki nincs joga az igazsághoz. Nincs? Nincs. Figyeljen, mondok egy példát. Ha egy tanár megkérdez egy fiút az egész osztály előtt, hogy az édesapja előző este ismét részegen jött-e haza, a fiú köteles igennel válaszolni? Nem. Pontosan. A tanár visszaél a hatalmával, ha megkérdezi. A becsületes válasz az, ha a fiú hazudik, hogy védje az apját. Hazudnia kell az érdekében. A leveledet mindenhová magammal viszem. Előveszem és olvasgatom a buszon, légiriadó idején az óvóhelyen, vagy amikor a boltban sorba állok. Ahogy megtaláltuk egymást a letartóztatásom előtt, azt bizonyítja, hogy a hominum confusione dei providentia. Az ember tévejgése Isten gondviselése. Megnéztem. Ha én ezt meg tudom tanulni, neked is menni fog a lovaglás. Felgyorsultak az események. A vezérkar tudja, hogy a háború elveszett. Knolbochal a szökésedet tervezzük.
Maria, légy óvatos, könyörgök. Nagyon szeretlek. Mi újság? Atya ég, mi van velem? Miért van bűntudatom, ha a saját rádiónkat hallgatom? Még ha a BBC lenne, akkor érteném. Történt valami? Valaki meg akart ölni Hitlert. Bombával. Sikerült? Nem. Az az ember burokban született. A Gestapo az Abwehrnél kutat. Mi történhet? Még nem sokat tudnak, csak találgatnak. De Hans vezetett egy dossziét. A háború utára, az archívumban rejtette el. Ha a Gestapo megtalálja... Dietrich benne van? Istenem. Az SS megmondott. A jövő héten fog megszűnni. Sietnünk kell. Stauffenberg meghalt. Mindenkit megöltek. Több tucatnyi embert. Jövő szerdán leszek éjszakás. Beraktam egy vízvezeték szerelő ruhát a matraca alá. Velem együtt fog kijönni. Reggel. Hogy lehet? Találtam egy üzenetet Hanstól. Az utolsó reménye, ha túl beteg lesz a tárgyaláshoz. De súlyos betegségkel. Mint például a vérhas. Hogy tudod megcsinálni? Kerítek baktériumot, és az ételébe teszem. Képes vagy rá? Nincs más választásom. Ki vagyok én? Sokan mondják, hogy a cellámból olyan nyugodtan, vidáman, magabiztosan lépek ki, mint egy földes úr a kastélyából. Ki vagyok én? Azt is mondják, hogy a nehézségeket rezzenéstelen arccal, mosolyogva, büszkén viselem el, mint aki győzelemhez szokott. Tényleg olyan vagyok, mint amilyennek mások mondanak. Vagy olyan, amilyennek magamat ismerem. Nyughatatlan vagyok, elvágyódó, beteg, mint egy kalitkába zárt madár. Levegőért küszködök, miközben kezek folytogatják a torkomat. Sóvárgok a színen, a virágok után, a madarak csivitelése után. Engedjük ki őket! Már el! Engedjük ki őket! Kedves, barátságos szavakra szomjazom. Vagy mind a kettő igaz. Mások szemében képmutató vagyok, míg a magam szemében egy megvetendő gyáva. Ki vagyok én? Bárki is vagyok. Te tudod, uram, hogy mindig a tiéd leszek. Thank you.
Nem lehet. Nem futamodhatok meg. De itt nem maradhatsz. Megölnének. Kérlek. Ne tedd ezt velem. Ne itt, hogy nem szeretlek. 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 Tudod jól. Akarlak. Akarom az életet. De ha megszöknék, akkor azt megtorolnák. Hans, Rüdiger, Klaus, a családom, a tiéd. Nem tudhatod előre. A raboknak szükségük van rám. Azzal vigasztalom őket, hogy ez nem a vég, csak a kezdet. De mit megszökne, ha tudna? Csak hogy nem tudnak. Itt vannak. Most ez az életük. Na és én? Na és én? Szükségem van rád. Szeretlek. Maria, itt váltam azzá az emberré, akit te szeretsz. Az Abwehr archívumban. Maga is benne volt. Ugye tudja, hogy ez mit jelent? Igen. Ezt akarta. Nem. De készen állok. Az mi történt? Átszállítják. Hová? Flossenburgba, azt hiszem. Dr. Bonhoeffer, van egy ajánlatunk önnek. Kap egy esélyt, hogy megmentse magát és a családját. Beszéltünk Herr Himmlernek a külföldi kapcsolatairól. Azt kérdezi, segítene-e nekünk tárgyalni? Az akták alapján meggyőződésünk, hogy a szövetségesek önt meghallgatnák. Nem értem. Azt akarják, hogy én tárgyaljak a szövetségesekkel? Igen. Önökért? A hazáért. A hazáért? Ha meg akarja menteni a családját és a barátait, akkor vállalja. Azt hittem, élni akar. Mi lesz a kedves Máriájával? Higgy el, van még remény. Remény. Az utolsó kísértés. A válaszom nem, Dr. Röder. Nem. Ez a vég. A taxi a semmiben. Ilyet még soha nem láttam. Ezt a taxit arra tervezték, hogy kivégezze a gyanútlan utast. Azt hiszi, a Rizbe megy vacsorára, de útközben gáz vezetnek be a limuzinba. Az benne a jó, hogy nem kell kifizetnie a számlát. Uraim, az Isten szerelmi. Elnézést, öregem. Payne Best, a brit nem elég titkos szolgálattól.
Üdvözlöm. Ő Kokorin, Stalin legjobb barátja. Kokorin, angol humor. Zleszmítje Gaspadinca Visinyi. Dobri gyeny. Fát pakolnak be. Kell hozzá, anélkül nem megy. De nem fa. Fát nem használhatnak. Megfulladunk, mondom, megfulladunk. Ezek szerint nem akarnak kivégezni minket. Jól hallottam? Rasen, a kiváló náci orvos. Reméltem, hogy találkozunk. A háborús bűnösök tárgyalásán. Hogy került ide közénk? Kiesett a párt kegyeiből? Szegény pára. Beszállni! Mindenki! Flossenburgba megyünk. Megismerem a vidéket. Haláltáborban is dolgozott rá sem? Ismerem őket. Ó, oh. És milyen kísérleteket végzett, ha? Megfigyelte, hogy a mesztelen emberek megfagynak? Mérte, hogy mennyi idő alatt halnak meg? Nézte, hogy milyen színűre váltanak? Jegyzetet? És most a nácik likvidálják, szegény szerencsétlen. Te szemét náci, meglelek, te rohadt meg, nyugodjon meg, kérem, nyugodjon meg! Kár volt megvédeni. Semmi baj. Semmi baj. Nyugodjon meg. Nem értem, hogy védheti ezt az embert. Mert hisz a hülye istenében. Szentnek képzeli magát. Maga tényleg hívő? Egy ilyen korban? Egy ilyen halálcsapdában? Igen. Ebben a halálcsapdában is. Két fogoly Flossenburgba megy. Müller fogoly, szálljon ki! El tudja olvasni ezt a nevet? Én vagyok vele. Egy börtönben voltunk. Vigyázzon rájuk. És a többi fogoly? Ők hová mennek? Az a maga gondja. Parancs kell. Kerítse magának. Le kellett volna szállnom. Majd, ha az úr akarja. Eldobhatják a fát. A motor kifújt. Kaput. Most mit csináljunk? Várjuk a karácsonyt, vagy az amcsikat. Közel vannak. A háborúnak hamarosan vége. Szólunk az érdekében a szövetségeseknél. Parancs kell, parancs kell, parancs kell! Maga Zipach? Igen. Bader, Gestapo. Elmehet.
hogy manapság annyi minden, ez is zavaros. Canaris admirálisról van szó. Megtalálták a naplóját. Lecsukták. Azt hittem Hitler cimborája volt. Mindegy. Úgy tűnik Hitler kivégeztette. Ez volt a válasz a Canarisnak. Itt nincsen Bonhoeffer nevű fogoly. Ilyen nevű nem szerepel a listán. De itt volt? Nem. Azt hiszem, itt várjuk meg az amerikaiak megérkezését. Úgyis vasárnap van, Padre. Szólhatna pár szót. Pogányok vagyunk, de ez biztos senkit sem zavar. Van egy ateista is. Velem ne törődjen. Ez benne a lényeg, Kokorin. Hogy törődöm. Azon tűnődtem, hogy Krisztus mit jelent majd a jövőben. Megújult kereszténységre lesz szüksége. Abban a korban, amikor a világ végre feltér. A vallásnak csak egy célja lehet a modern világban. Hogy az emberek osztozzanak egymás és Isten szenvedésében. Egy hitetlen világban. A hagyományos vallásnál többre lesz szükség. Hit kell. A középpontjában Jézussal. Az igazi kereszténység azt jelenti, hogy osztozunk egymás fájdalmában. Nem tudjuk megjósolni, mikor jön el a nap, amikor az ember újra azt kéri Istentől, hogy alakítsa át a világot, és újítsa meg. De amikor eljön ez a nap, új nyelvet beszélünk. Nem vallásos, de felszabadító, megváltó nyelvet. Amilyen Jézus nyelve. Megdöbbenti az embereket. Megdöbbenti az ereje. Az új igazság nyelve lesz, amely Isten békéjét hirdeti.
Dietrich Bonhoeffer? Maga ezzel az emberrel megy. Hová visz? Flossenburgba. Fogoly, vetkőzzön! Lelkész. Fél. Fázom. Szóval ez a vég. Nem. Szolgádnak a békét, amit a világ nem adhat meg. Magyar hangok: Kőszegi Ákos, Nemes Takács Kata, Kautsky Armand, Vicián Ottó, Dózsa Zoltán, Feszbeum Béla, Kassa Ilona, Gyimesi Pálma,